Na szevasztok, fanok! Hát ennyi, rengeteg erősítő szintezés, meg automatikus szintszabályzás után gondoltam, hogy egy kicsit színesítem még a csatornám tartalmát. Következő szerelési tippet árulom el nektek. Hogyha egy hálózaton valahol beázik egy kábelfej, vagy egy elosztó, vagy egy leágazó, akkor valamilyen reflexiót fogtok mérni. És hogy ezt a reflexió honnan ered, ennek a megállapítását, ugye hát egyrészt a felügyeleti rendszerekből lehet megállapítani, hogyha segít neked, és tudsz kérni egy ilyen csoportos lekérdezést, akkor szépen végnézed az utcába az ügyfelek modem paramétereit, és aztán egy idő után, hogyha ismerős a terület, meg tudod, hogy honnan, hova tartanak a kábelek, akkor látod a paraméterek alapján, hogy valahol durván megváltozik, és akkor nyilván azon az oszlopon van a hiba. Hogyha ez nem áll neked rendelkezésedre, mert azért nem mindenhol vannak ilyen jó felügyeleti provisoring rendszerek, akkor meg van a mechanikus hibakeresés, amikor kimész egy oszlopra, fölmész, megméred a jelszintet, aztán fölmész egyel arrébb, ott is megnézed, vagy sweepelsz egyet viszirányba, és amikor látod, hogy iszonyatosan hullámos a sweep, akkor ott már valami reflektál, de az a hiba még lehet előtted is, meg mögötted is, úgyhogy azzal se vagy rögtön a célnél. Akkor a másik verzió az, hogy fogod magad, szétszeded a kábelfejeket, ráteszel egy buff-QR-t, és akkor illesztve tökéletesen tudsz mérni, és akkor el tudod dönteni, hogy odáig legalább jó a jel, ahol éppen te vagy és méred, vagy már oda szarul érkezik meg, és akkor a hiba már, a hiba után vagy már éppen. De ugye a buff-QR felszereléséhez legtöbbször ugye vagy zsugorcsövet kell levágnod, vagy tehát szét kell hozzá bontanod a kábelfejet, aminek mondjuk az az előnye, hogy rögtön észreveszed, hogyha az van beázva, de azért induljunk ki abból, hogy mondjuk egy erősítő szakaszon csak egy kábelfej van beázva. Hát ez egy magyar átlag szerintem. No, tehát ha nincs buff-QR-ed, illetve nem akarod fölvágni az összes kábelfejet, akkor a következő dolgot csinálhatod, hogy fogsz egy olyan tepet, amit éppen használ a cég, mondjuk itt erre felhívnám a figyelmedet. Látjátok, a ház is teleszte, a bér is teleszte, és mégsem belepasszol. Tehát például a teleszténél volt egy ilyen típus módosítás, amivel szivatják a jó népet, és ami a legérdekesebb, hogy ez a bél például a másik színű sötét kéknek vagy sötét szürkének mondott házba viszont belepasszol. De azért felhívom figyelmeteket arra, hogy a legritkább esetben szerencsés különböző házba különböző beleket betenni. Tehát amennyiben módotokban van, a telekommunikációs hálózaton is rengeteg ilyen régi 20 éves tebbe látok nem belevaló belsőt, és ott vannak mindenféle görbülnek ezek a pinek, amik rávezetik a házról a betétre a jelet, mert nem belevaló, de bele van erőltetve, és simán 5-10 decibeles átviteli hibákat belevisz előre is, visz irányba is, úgyhogy amennyiben lehet, tepet cseréltek, akkor én azt javaslom nektek, hogy házastól komplettul cseréljétek a tepet, mert akkor az biztos, hogy belevaló lesz, és nem csinál semmilyen baromságot. Oké. Tehát ez éppen hogy működik, de már láttam ebből is olyat, ami hibás volt. Ráadásul ez ugye tudjátok már olyan tep, hogy ha kihúzod belsejét, akkor sem szakad meg a vonal, mert van benne egy kapcsoló, ami rövidre zárja rögtön a be és a kimenetet, tehát nem szakad meg az összes többi ügyfélnek a szolgáltatása. De már láttam olyat, hogy ez a pöcök itt nem volt elég hosszú, vagy túl hosszú volt, és amikor berakta az ember a betétet, vagy a nem belevaló betét volt beleerőltetve, akkor a tekercseken is átment a jel, de nem szakadt meg a rövid zár, és azon is átment, és ilyen teljesen illesztetlenné vált az egész, tehát az is katasztrófa volt, mire rájöttem, elment fél nap, aztán kompletbe cseréltem inkább az egészet, nem szarakodtam vele. De amiről ez a videó igazából szólni akar, az, hogy csinálhatsz egy olyan ilyen kémlelő eszközt, egy tebből, amivel meg tudod állapítani nagyon gyorsan, hogy a hiba előtt vagy után vagy. Én most konkrétan olyan hálózaton dolgozok, ahol ilyen gigahertzes tepek vannak, és ebből fogok egy ilyen speciális buff-QR-t csinálni, amit most meg is mutatok nektek.
minimális kézügyesség és egy forrasztó páka kell hozzá. Ugye ebben nincs benne még az a rövidzáras rész, amiről az előbb beszéltem. Minden teppen van egy ilyen elektronikát védő kis műanyag valami. Néha könnyen lejön, néha nem. Gyorsan elmondom, hogy ez a tepp igazából mit csinál. Lehet, hogyha kapcsolok rá még egy lámpát, akkor jobban fog látszódni. Tehát ugye ez a bemenetet fogadó érintkező. Itt van egy tápfeszültséget leválasztó kondenzátor. Itt van rajta a leágazó tekercs, vagy transformátor. Tehát ez csinálja a kimenetre a továbbmenőt körülbelül átlagosan 2 decibel veszteséggel, de azért azt mondanám nektek, hogy például egy 4.11-es stepnek az átmenő csillapítása már kereken 4 decibel. Oké, tehát itt van egy leágazó, aztán itt van egy szimmetrikus kettes osztó, meg itt is van egy szimmetrikus kettes osztó, meg itt is van egy szimmetrikus kettes osztó, körülöttük SMD alkatrészek kondenzátorokkal, meg ellenállásokkal, és akkor így jön ki, ugye elosztja két felé, aztán még két felé, és így lesz meg a 4 port, amit én innentől csöcsnek fogok hívni. És a lényeg az, látjátok, hát egy picit oxidos, már kapott egy kis vizet, vagy esőbe szerelték össze ezt a tepet, de teljesen mindegy, mert ezután az átalakítás után egészen más funkcióba fog ez működni. Úgyhogy akkor el is kezdem az átalakítást. Remélem, hogy fog látszódni. Inkább kikapcsolom, hogy ne tükröződjön, aztán majd utólag rázumolok. Azt mondja, hogy először is a leágazót azt lekapom róla, mert innentől nem lesz rá szükség. Hát, ezt már egyszer mondtam, hogy minden építés valahol egy kis rombolással kezdődik. Ez is olyan lesz. De miután elkészül, nagyon felgyorsítja a hiba elhárítást. Ezeket a kis maradék vezetékeket elcsípkedem, hogy később ne okozhasson a galibát. Úgy. És akkor megvárjuk, míg a pálka bemelegszik, vagy páka. De már ez megfelel. Ennek a tepnek ez a bemeneti pontja, tehát ez van a kondenzátor után, ez az első ilyen forszem. A kimenete az meg van forrasztva, de azért egy kicsit átjáratom. Tehát ez meg a kimeneti kondenzátor előtt lévő. Ja, azt még nem mondtam el, hogy ez pedig a nagyfrekis folytótekercs, tehát ez a nagyfrekis részét elmondtam. Ez a folytó tekercs, tehát az innen jövő nagyfrekit és tápfeszültséget szépen a nagyfrekit lefolytja, és egyenesen össze van kötve a kimenettel, de ide már nem érkezik meg nagy frekvencia, csak az a 65 voltos tápfeszültség. Azért ilyen vastag, mert ennek is hát bírnia kéne elvileg 10-15 ampert, és akkor így szép lassan ugye, végül is teljesen mindegy ennek az iránya, a nagyfrekis rész ugye iránycsatolt, azért van mindig ráírva, hogy melyik a bemenete. Ide is rá van írva, ott a out, meg ugye a házra is külön rá van írva, hogy melyik a bemenet-kimenet. Nagy frekis szempontból iránycsatolt, viszont a tápfeszültség teljesen mindegy, hogy ebből az irányból jön, vagy abból az irányból jön, attól még működni fog. Na! És akkor a következő, amit csinálni kell, hogy ezt a pontot, tehát ezt a portot fogom összekötni direktbe a bemenettel. Ott van egy ilyen csatoló kondenzátor, azt megpróbálom megmenteni, tehát arra a lábára fogom forrasztani, és ezt egy akármilyen alkatrész lábnak a felhasználásával meg lehet tenni. Tehát itt van valamilyen dióda, teljesen mindegy, hogy milyen. Ezen a rövid szakaszon, hát legeslegrosszabb esetben belevisz egy fél decibel hullámosságot, de mivel 5-10 decibelnyi hullámosság keresése miatt kezdjük el használni ezt a kütyüt, ezért az simán belefér. Úgyhogy ráforrasztom a bemeneti pontra.
Az Isten, itt öregszem már, annyira nem jó szemem. Ti ezt most sokkal jobban látjátok a videón rázumolva, mint én itt a valóságban. De hát, ez van, az ember öregszik. Na! És azt mondja, hogy oda elgörbítem, hogy a távolság nagyjából meglegyen. Picit megemelem, hogy még véletlenül se érjen menet közben a panelra. Hát így annyira nem esik kézre, úgyhogy... Úgy... Oké, okay. És amit még mindenképpen meg kell tenni, hogy az eredeti fólia csíkot azt meg kell szakítani, mert ugye a kettes osztótól jönne ide vissza a dolog, hát ez is egy kis roncsolással jár, de fogjuk és itt megkarcolom. És hogyha sikerül alányúlnom a kés pengével, ez már biztos, hogy megszakadt. Úgyhogy ez ennyi. De tovább gondolva az egész elméletet, ha már ez föl van rakva egy tepsor közepére, és akkor ezen mondjuk meg tudod mérni ezen a ponton a tökéletes bejövő jelszintet mindenféle csillapítás nélkül, akkor ugyanezzel az eszközzel meg lehet azt is csinálni, ha mondjuk egy rövid hullámú zavart keresel, akkor a kimeneten, ha ezt ugyanezt megcsinálom, akkor ha ezen a ponton mérek, akkor pedig a modemek felől és tehát a vonalszakasz felől érkező rövid hullámú zavarokat tudod mindenféle csillapítás nélkül direktbe mérni, ami egy esetleges ilyen zavarokat okozó ügyfél beazonosításánál segíthet, stb. Mert ugye, ha egy erősítőnél mérsz, akkor 20 vagy 30 decibeles mérőpontban próbálod keresni a zavarokat, így viszont 0 decibeles mérőpontot tudsz használni. És még a modemek sem fognak adni, mert mivel nem kapnak ugye előre irányt, ezért az upstream csatornát sem fogják használni, tehát csak az alapzajt fogod látni a hálózaton, meg a zavarokat, és akkor így lehet tökéletesen szelektálni, vagy szakaszolni, hogy honnan kitől jön. Na, úgyhogy mivel meg fogom csinálni a kimenetre is ezt az átkötést, akkor ugyanúgy el fogom vágni a osztó felől jövő fóliát. Szerencsésebb egész a kondig visszahúzni. Úgy, le is jött. Ezt itt is meg kéne tenni, mert akkor nem csinál egy ilyen, ezt ilyen szívó csonknak hívják egyébként. Nagyon-nagyon régen még HBO, analóg HBO dekódert is lehetett csinálni hasonló technikával. Na hát azt majd egy sör mellett mesélem el inkább. Na, most már ha elszakad, akkor úgy. Oké, és most jön ugyanaz a forrasztás. Kell egy alkatrészláb. Persze, ha van a hálózaton szípat zavarbetörés mérő rendszer, akkor erre egyáltalán nincsen szükség, mert
az elég pontosan be tudja határolni, hogy honnan jön a zavar. Ha van egy beázás, akkor az általában ott mindig rendesen sípol az a műszer. Én már álmodtam is annak a hangjával tavaly nyáron, úgyhogy eléggé elegem is volt belőle, de ahol most dolgozom, ott nincs bevezetve a szivárgásmérés, illetve zavarbetörés egészen pontosan. A C-pad az zavarbetörésmérést végez. Na, azt mondja, hogy itt is jön egy kis méretrevágás, hogy is? Igen, ez ide fog görbülni. Remélem a szakasz felezés elméletével tisztában vagytok. Tehát ha már megvan a gyanú, hogy melyik két erősítő között van a hiba, amit kerestek, akkor a szakasz felezés elvén úgy fogjátok a legeslegyorsabban megtalálni a hibát, hogyha elmentek a középső tepig, ott mértek egyet, vagy illesztve lezárjátok, és ugye az illesztett lezárásról, amit lehet ugye Bafkuerrel is csinálni, és innentől ezzel a speciálisan átalakított teppel is meg lehet csinálni, ami menet közben is készült, méghozzá úgy, hogy egy sima, teljesen hétköznapi 75 ohmos ellenállást rátekerünk a bemenetére, mert ugye a tápfeszültséget a kondi leválasztja, és innentől nagy freki szempontból pedig ez a 75 ohmos impedancia illeszti a coax kábelt, és akkor, ha szakasz felénél bent vagytok, ott mértek egyet, és hogyha ott jó, akkor a hiba még utána van. Ha már ott is rossz, akkor nyilvánvaló az erősítő és a középső tepp között van a hiba, és akkor megint meg kell nézni, hogy ott hány tepp van, megint egyel, kettőbe, hárommal visszább menni, megint meg kell felezni a szakaszt, oda fölmenni, megint becuppantani egy tepet, és újra mérni. És így fogjátok a lehető legkevesebb létrázással megtalálni az érintett hibát, amit még én mindenképpen javaslok egy ilyen tepp átalakítása után, hogy fogjatok valamilyen feltűnő piros, sárga vagy fehér neolux sprét, és az egészet fújjátok le egy színűre, hogy akár a földön állva, az oszlopra felnézve is messziről látszódjon, hogy annak nem kéne ott lennie, hogy az egy speciális tepp, nyilván a szolgáltatás, ha az benne van, nem fog működni az ügyfeleknél, tehát nem fogjátok bent felejteni, és én azt javaslom, hogy minden egyes ilyen teppből, ennek a 8-as testvéréből is, meg a különböző típusú tepekből is gyártsatok le egy ilyet magatoknak, és akkor viszonylag marha gyorsan megy majd a hibakeresés. Ennyit akartam mutatni első nekifutásra, és akkor van az az eset, amikor sajnos a gyengébb tepeknél, ennél még soha nem fordult elő, ennél nagyon jó be van tekerve, ez a port magába a teppbe, meg bele is van ragasztva, de például ennél a teppnél, hogy ezt a tepet is át fogom alakítani ugyanígy, viszont ha megfigyelitek, nem véletlenül nem lett letekerve róla ez a F csatlakozó, mert látszik, sajnos a Telektronik tepeknél nagyon-nagyon gyalázatosan vannak beszerelve ezek a portok a tepbe, és nincsenek beleragasztva, és még belehúzva sincsenek annyira, hogyha egy megfelelő nyomatékkal meghúzott F csatlakozót elkezdesz lazítani, akkor elkezd tőből kitekeredni az egész, és sajnos, hát nyilván nem 11-es kulcsa, de még a 10-es kulcs is nem jó rá, mert ez megint csak ilyen angol száz szabvány szerinti kulcsal lehetne lefogni, meg lehet próbálni a 10-essel is, de én ezt nem javaslom. Ilyen ocskásoknál lehet kapni ilyen állítható villáskulcsot, majdnem, hogy ilyen kulcstartóra való méret egyébként. Ezt
tökéletesen meg lehet rá, be lehet rá állítani, hogy tök faszán megfogja, és ha nem erőltetted le, és még nem szakítottad el a forrasztást, akkor szépen hát azt hittem, sose fog elkészülni. Na, hát beltéri csatlakozó, agyig húzva. Na nézzük, hogy túlélte-e. Hát ebből látszik, hogy egy jóval régebbi konstrukció. Itt még egyáltalán nem használtak SMD alkatrészeket. Mint itt. De az elmélet ugyanaz. Itt van a nagy frekis folytótekercs. Itt van a tápleválasztó kondenzátor. És ott van az első leágazó, mert igazából ez nem is osztó, hanem egy leágazó transzformátor, és akkor itt vannak az osztó trafók, és azt nézem, hogy körbe repette valamelyik forrasztás, de hála Istennek megúszta. Tehát ezt gyilkoltuk meg az előbb nagyon, de úgy látom, hogy itt nincsen semmi baj, de hogyha egy kicsit átforrasztom, abból semmi gond nem származhat. Számomra a két fontos csatlakozót megforrasztom, illetve átmelegítem, és akkor tulajdonképpen ugyanez a folyamat jön. A leágazóra nincs szükség. És értelemszerűen a kondenzátorok miatt még a kettes osztóval az SDM műszert használó kollégák is tudják használni ezt a módszert, hiába van rajta a tápfeszültség a vonalon, mert ugye a kondi leválasztja, és így már a kettes osztóig el sem jut. No, hát remélem, hogy tudtam egy-két gondolatot ébreszteni még bennetek. Így már jóval haladósabb szerintem egy beázott kábel szakasz, vagy kábel fej, vagy akár egy beázott tepnek a megtalálása.